Annyirtáv Fő Kft. Jellemzően a két fűtési szezon közti időszakban végzi el a távhőszolgáltatás rendszerének felújítási, karbantartási munkálatait. A Nyíregyházán közlekedő autósok már több helyen találkozhattak a cég szakembereivel, a munkák ugyanis már közel egy hónapja elkezdődtek a városban. A távhőszolgáltató munkatársai az elmúlt hetekben az Országzászló tér és a Keletáruház közlekedési csomópontjánál dolgoztak, és ugyanaz esős időjárás miatt egy időre leálltak a munkálatok. A következő időszakban újra több helyen lesz hővezeték, valamint útburkolati fedlapcsere. Majd a közeljövőben fogunk elmenni a Bethlen Gábor utcára, ott három csomópontra is megyünk, a Pasírta utca csomópont, Bethlen Gábor csomópont, aztán a Buza utca kereszteződésében leszünk, majd a volt időszerű állomás kereszteződésében Síp utca, Egyház utca, Bethlen Gábor utca csomópontban leszünk. Ezeken a helyeken vezetékfelújítás lesz, illetve aknafelújítás lesz, tehát lesz gépészeti felújítás, és lesz építészeti felújítás is együtt, hiszen itt akkora forgalom van rajtunk, hogy ezek a műtárgyainkat is tönkreteszik, megrepednek az aknafedlapok, ezeket kell javítanunk. Ezeken kívül a szakemberek dolgozni fognak parkok, közterületek aknáinak felújításán, de folynak a munkálatok a kevésbé látható helyeken, így például a hőközpontokban is, itt hőcserélők és szivattyúk kicserélésére van szükség. Az ügyvezető elmondta, a távhőszolgáltató a legutóbbi évtizedben a távvezetékek közel felét kicserélte, idén pedig az elmúlt évekhez képest is sokat fordíthatnak felújításra. Ezek a munkálatok folyamatban vannak, ugye egy kicsit késleltette az indíthatóságát ennek a pandémia, mármint a karbantartási munkálatnak, de fűtési idény elejére, tehát szeptember 15-ére mindenképpen be fogjuk tudni fejezni, az erőforrásainkat úgy csoportosítjuk. Körülbelül 250 millió forint áll rendelkezésünkre ezekre a felújításokból. Itt döntően két nagy csoport van, ugye a hőközpont és a távvezeték, ez körülbelül fele-fele nagyságban oszlik el, úgyhogy ezt kívánjuk felhasználni szeptember közepéig. Jó László kifejtette, több tényező, így a koronavírus és a szélsőséges időjárás sem segítette a munkálatok előkészítését. Ez azt jelenti, hogy az idei nyár a szokásosnál is gyorsabb és hatékonyabb munkát igényel. A tervek szerint azonban augusztus végére minden szükséges cserével és karbantartással végez majd a szolgáltató.